Eszterházi Podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt az Eszterházi Podcast, én Tamás Virág vagyok, és itt van velem Molnár Ábel. Hegymászó kalandor, akit a Hegymászó Naplom YouTube csatornáról ismerhettek. Extrém hobbia mellett a tanulmányaira is időt, most kezdte egyetemünkön a földrajz alapszakot. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Azoknak, akik esetleg nem ismerik a munkásságodat, kicsit ismertetnéd, hogy mivel is foglalkozol? Nos, uh... Hegymászással és kalandozással foglalkozom, ha lehet ezt így mondani. Eleinte hobbinak indult, aztán, ahogyan teltek az évek, úgy vált hivatássá. Imáron több mint tíz éve járom a magas magashegyek világát. Az elsődleges érdeklődési köröm a vulkánok világa, viszont nagyon szívesen felmászok bármilyen hegyre, ami elém kerül. Ha jól tudom, te az Alföldről származol, hogy kezdődött nálad ez a hobbi? Hát jogos a kérdés, talán pont ezért, mert ahol élek, ott ha körbenézünk, még csak egy dombot se látunk, nemhogy hegyeket. Viszont nagyon sokat jelentett az, hogy szüleink állandóan vittek minket az öcsémmel először Magyarország hegyeibe, az északi középhegységbe, utána Erdély hegyeit jártuk közösen, és uh, ahogyan nőttem, úgy látszott egyre jobban, hogy nekem ez uh, eléggé tetszik ez a féle sporttevékenység, és aztán keresztapám volt az, aki komolyabb vizekre vitt engem 13 éves koromban, akkor kezdtük el együtt járni az Alpokat, és elég hamar sikerült megmászni az Alpok legmagasabb csúcsait. Úgyhogy itt meg is akadt egy időre a történet, mert még gyerekkorban voltam, és úgy éreztem, hogy Európán távolabbra még nem tudok menni, és máshol is kipróbálni magamat. Így ezt követően egy szünet következett. És aztán, ha jól tudom, akkor 2019-ben kezdted meg a hét vulkán kihívást. Jól mondom, ugye? Így van. 2018-ban, tehát egy négy év kihagyás után találtam vissza a hegymászáshoz, és egy évvel később fedeztem fel a hét vulkán kihívást, aminek lényege, hogy mindegyik kontinensen meg kell mászni a legmagasabb tűzhányót. Ez esetben Amerikát ketté veszi a kihívást, tehát van Észak és Dél-Amerika. Tulajdonképpen ott folytattam, ahol abba hagytam, mert Európával kezdtem a listát ugyebár a mi kontinensünkön az Elbrus a legmagasabb hegy és vulkán is egyben, mind a kettő címető bitorolja. Ez Oroszországban található, és 5642 méter magas. Eddig hány helyszínt sikerült teljesítened a kihívásból? Hatnál tartok, tehát már csak egy hiányzik ebből a kihívásból. Az első hármat, az északi felgömbön található vulkánokat egyedül teljesítettem önerőből, és a déli féltekére már vagy az adott országban helyekkel vagy magyar csapattal utaztam. Az utolsó, ami hiányzik, az pont a legkisebb a hét közül, az Antarktiszi, ugyanis sokan nem tudják, de ott is találhatóak tűzhányók, több is, és ha azt is sikerül megmászni, akkor első magyarként fejezném be ezt a kihívást. És hogy, hogy pont így alakult, hogy a legkisebb maradt utoljára, mi alapján választottad ki a sorrendet? Nem volt teljesen tudatos, de az északi félgömbön lévő hármassal kezdtem. Úgymond ezek voltak a legelérhetőbbek számomra az elején. Aztán később a déli féltekén folytattam a listát. Azért maradt az a végére, mert ez a legnehezebben elérhető minden szempontból, pénzügyileg is, és expedíciós szempontból is. Úgyhogy emiatt alakult így a lista. A csatornádon számos kalandot bemutatsz, viszont van egy, ami a videó terjedelmében és tartalmában is eltér a többitől. Mesélnél egy kicsit az Ojos del szeladóra re megmászását bemutató kisfilmed létrejöttéről? Hát, ahogy több minden el, ugye ezzel is eléggé megcsúsztam, ugyanis ez az expedíció két évvel ezelőtt volt, és a kisfilm az idén februárban a csúcsra érés második évfordulóján jelent meg, akkor volt a premiér a Szarvasi moziban. Maga a kisfilm a 2022-es magyar-csilei hegymászó klímakutató expedíciónkat mutatja be. Ez volt talán a legkülönlegesebb az eddigiek közül, és uh, már korábban volt egy másik kis film, a Kilimanjaro, ami ehhez hasonlóan szintén moziba került, és ahhoz képest akartam szintet lépni mm, filmművészeti, terepen szempontból, úgyhogy ezzel jóval több munka volt, mint a Kilimanjáróval. Azt úgymond házilag barkácsoltam össze, ez már egy komolyabb produktum lett, és hál' Istennek városi szinten sikeres volt a kisfilm, mert jöttek rá az iskolák is, illetve volt kettő nagy közönség előtti vetítés, azon is szép számmal megjelentek a helyiek. Igen, számomra is az volt a legelső gondolat, mikor elkezdtem nézni a kisfilmet, hogy meglepődtem, hogy nem te narrálod. Akkor ezt a döntést ez az indokolta, hogy szerettél volna egy kicsit filmművészetibb elemeket beletenni? Igen, többek között ezért is csúszott a kisfilm, mert össze kellett rá gyűjteni a költségvetést, hogy minél... Jobb és különlegesebb filmalkotást kaphassanak a nézők. Hát az én hangom az nem egy szinkronszínésznek a hangja, és ez a Kilimanjaro-nál derült ki számomra, hogy sokkal élvezhetőbb lenne az egész, ha nem én mesélném. Hiába velem történt meg, de úgyis vannak benne olyan jelenetek, amikor én magam a helyszínen tudósítok valamiről. Így aztán Válogattam a magyar szinkronszínészek közül, és elég hamar egyértelmű lett, hogy Varga Gábor lesz a választás, mert ő volt az Istenek hecsúcs című filmben is az egyik szinkronhang, amit nekem nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy szerencsére elvállalta, és emellett más szempontból is igyekeztem sokkal filmesebbé tenni az egészet, ami a visszajelzések alapján sikerült is. Ugye ez a film, ez 15 napot mutat be, ha jól tudom. Mi volt a, a legnagyobb megpróbáltatás ebben a 10-15 napban? Hát az Atakama-sivatag az nem egy barátságos helyszín. Földünk egyik legszárazabb és legkopárabb, leghiatlanabb vidéke. Az életnek szinte alig van nyoma, és doktor Nagy Balázsék már több mint 10 éve folytatnak itt klímakutatást. Úgyhogy többek között ez alapozta meg azt, hogy én ide kerültem Egerbe, mert ezen az expedíción egy igazi geográfussal kalandozhattam, ami nagyon nagy motiváció volt számomra. És ebben a kicsit több mint két hétben több helyszínt jártunk végig, tehát maga az del szaládó annyira elszigetelt helyen található, hogy 200 kilométeres körben nincs semmilyen lakott település, esetleg néhány ellenőrzőpont vagy menedékház. Bejártuk a környék sóstavait, ahol flamingókat nézegettünk. Nyilván mindezt amellett, hogy a klímakutatás feladatait elvégeztük. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy több helyszínen vannak elhelyezve műszerek, és Balázséknak két évente legkésőbb vissza kell járni ezeket a műszereket Leolvasni, mert vagy az akkumulátor merül le bennük, vagy pedig a memóriájuk telik be az adatokkal. Úgyhogy ez kulcsfontosságú. Említetted most, hogy ez döntötte el azt is, hogy tegerbe jöttél előtte tanultál már máshol? Egyetemen nem. Középiskola után egy szakmát szereztem Békéscsabán, utána dolgoztam az elmúlt években több helyen, és emellett csináltam a kalandozást. Aztán a volt földrajztanárom, meg dr. Nagy Balázs noszogatására döntöttem úgy, hogy tényleg lenne értelme megpróbálkozni ezzel, szóval most itt vagyok. Nagyon örülünk neki, mert ezáltal tudtunk a podcastbe is elinvitálni. A kisfilmed akkor ez 2020 környékén forgatt, jól mondom? 22, két éve. 22. Igen, igen de ennek ellenére a vírushelyzet az nagyon aktívan jelen volt a filmkészítése során. Milyen problémákba ütköztek, és miben nehezítette ez a film elkészülését és magát a kalandot? A film elkészülését már nem nehezítette, viszont a kalandot minden téren megnehezítette. És hát, ahogy az előbb is említettem, ez életbe vágóan fontos, hogy Balázséknak két évente vissza kell odajutniuk, különben megszakad a kutatás és az adatoknak a gyűjtögetése, ami már több mint egy évtizede tart. Úgyhogy égetően fontos volt nekik is eljutni oda, mi pedig szerencsére ebben tudtunk segíteni. A mi alatt azt értem, hogy ez a csapat úgy festett, hogy dr. Nagy Balázs volt az expedíció vezető geográfusként, mi hárman hét vulkán teljesítőként voltunk jelen, Fülöp Gábor, Kriván Anita és Jómagam és volt még egy csilei geográfus is velünk, azért, hogy átvegye ezt a kutatást. Ugyanis most már ennyi idő után, és ennyi sok tapasztalattal egyszerűbb a helyieknek átadni, hiszen nekik úgymond itt van a, ott van az utca végén, egy kisebb túlzással ez a vulkán, és nem kell a magyaroknak oda utazni, hogy ez folytatódhasson. A Covid az nagyon megnehezítette az autóbérléstől kezdve, a rengeteg dokumentumit be kellett szereznünk, hogy eljuthassunk az Ohoz del szaládóhoz. Nem volt egyszerű, de szerencsére vettük a kihívásokat, és sikeresen zárult az expedíció. Ugye öten voltunk, és hárman jutottunk fel a csúcsra. Dr. Nagy Balázs, Sebastian a csilei kolléga és jó magam. Úgyhogy a kutatás az nem szakadt meg. Az egyik kedvenc jelenetem Nyilván természetesen a gyönyörű táj mellett. Az az volt, hogy külön kiemelted, hogy ti zöld földmászó, bocsánat, zöld hegymászók vagytok. Ezt hogyan kell elképzelni? Ennek több íratlan szabálya van. Az első és legfontosabb az a szemetelés. Ahogy azt talán mindenki gondolná, mert egy ilyen expedíció során azért nem kevés szemetet termel az ember. Na most mi ezt nem rakjuk oda a sivatag közepére, hanem szépen mindig visszük magunkkal, ami macerás, főleg mert a terepjárónak a platóján korlátozott a hely, de mégis így csináljuk, és másokat is erre biztatunk. Aztán ugyanígy a zöld mászáshoz tartozik az is, hogy a helyi élővilágot, tehát az állatokat nem zargatjuk, hanem esetleg távolról megfigyeljük őket, de semmiképpen sem piszkáljuk őket. Helyfüggő is ez, hiszen egy olyan hegyen vagy vulkánon, ahol vannak növényzeti övek, ott még összetettebb a dolog. Na most itt nincsenek. Például a Kilimanjáron ott szépen meg lehet figyelni a növényzetnek a vertikális zonalitását, de hát itt az Atakama-sivatagban esetleg néhány fűcsomót láthatunk csak. De ez nagyon-nagyon becsülendő, hogy amellett, hogy egy ilyen szép és elég extrém hobbi tűztök, még a környezetre is figyeltek, azért ez, ez kifejezetten becsülendő. Volt még egy az elmúlt napokban egy szintén kis filmed, ami Pápul új a legmagasabb csúcsát mutatja be. Ennek az elkészüléséről tudnál egy kicsit mesélni? Hát ezzel is két évet csúsztam, de végül is elkészült. És ez nem lett akkora volumenű, mint az Ohoz del inkább a Kilimanjáróhoz tudnám hasonlítani. Kicsit visszatértem a házi készítésű filmgyártáshoz, de szerintem egy elég jó kis film lett ez is, kicsivel több, mint fél óra. Ugyebár papua Uiginában találjuk Ausztrália és Óceánia legmagasabb vulkányát, Ez volt számomra a hét vulkán kihívás hatodik állomása, és ide is egyedül utaztam, viszont helyekkel másztuk meg a csúcsot. Első magyarként sikerült megmászni, úgyhogy erre, erre büszke vagyok, és hát óriási kaland volt. Azért ez kifejezetten becsülendő, hogy első magyarként egy ilyen magas csúcsot megmászni, illetve arról nem beszélve, hogy a Földgem Tudományos Magazin 2022-es november-december számában publikálásod is megjelent. Milyen témában jelent ez meg? Ez pont a Pápó Ignányi Kalandról jelent meg. Próbáltam minél tudományosabban leírni mindazt, amit láttam, nem csak egy élménybeszámolót adni az olvasóknak, hanem valami többet, hiszen földrajzilag és minden más szempontból rendkívül érdekes az ország és a sziget is, új a szigete, úgyhogy az egy nagyon nagy öröm volt számomra, hogy oda publikálhattam, és remélhetőleg nem sokára megjelenik a következő ilyen publikálás. Az nem a hét vulkán kihíváshoz kapcsolódik, hanem az idei kalandunkhoz, de akit érdekel, az el tudja majd olvasni. Ez Türkmenisztánról és a kráterről íródott. Azért mondhatjuk, hogy ez egy kifejezetten extrém hobbi, ami elég sok pénzt, elég sok időt igényel. Hogyan tudod ezt így a magánéleteddel összeegyeztetni, illetve nem félte a környezeted attól, hogy esetleg egy ilyen veszélyes kalancsorán mondjuk megsérülsz, vagy ne adj Isten, a rosszabb dolog is történik veled? Ezt gyakran megkérdezik, hogy anyáik hogyan viselik a hobbimat. Eleinte nehezebben viselték, most már azért megedződtek, mert hát azt fontos tudni, hogy ilyenkor egy-egy ilyen expedíció során van, hogy a hozzátartozók akár napokig nem tudnak rólunk. Ugyebár Csilléből is csak műholdas, kétirányú üzenetküldő eszközzel tudtunk magunkról hírt adni, de azzal sem mindig, mert hát ezek a baromi nagy hegyek gyakran leárnyékolják a, a jeleket nem annyira nehéz összeegyeztetni nekem a hétköznapokkal ezt, a, ezt az életformát, főleg így ennyi év után, de például az egyetem választásnál nekem Eger azért is volt nagyon szimpatikus, mert ennyire közel van a bükhöz, meg az északi középhegységhez, és hát egy ilyen hobbihoz, egy ilyen sporthoz folyamatosan edzésben kell magát tartania az embernek, így ez szerencsére egy remek helyszín az edzésekhez. Mi volt az eredeti kérdés? <laughs> hogy mennyire aggódnak érted, illetve hogy, hogy tudod összeegyeztetni a magánéleteddel? Most már nem aggódnak annyira, szerencsére, és hogy is fogalmazzak. Ez egy olyan hivatás, Pontosabban a kihívásnak a teljesítése a számomra olyan, hogy minden nap kell vele foglalkozni valamennyit. Az ember sokat tervezget, össze kell gyűjteni a szükséges információkat. Például ez Pápó Igna esetében kifejezetten nehéz volt. Ugyebár a csilei kalandunknál ott volt dr. Nagy Balázs, aki már tizenvalahány alkalommal járt ott, szóval tudtunk rá támaszkodni, de Pápóvignába úgy utaztam, hogy előttem csak két magyar járt azon a vulkanon, és ők nem jártak sikerrel, szóval tudtam, hogy úgymond úttörőnek kell lennem ahhoz, hogy ez sikerülhessen, szerencsére sikerült is. Viszont ez nagyon élvezetes, szóval senki ne gondolja, hogy ez egy unalmas tevékenység, mert összehalászni az információkat, úti leírásokat olvasni, térképeket, műholdas térképeket elemezgetni, Útvonalat tervezni, aztán összegyűjteni a szükséges ruházatokat, felszereléseket, ez mind-mind nagyon izgalmas, és nagyon költséges is. Az egyik legdrágább hobbit sikerült kiválasztanom, úgyhogy az elmúlt években szerencsére nagyon, nagyon jó támogatóim voltak ebben az egész kihívásban örülök, hogy rátértél a támogatókra, mert ha jól értesültem, akkor neked több is van. Ezek mikor kezdtek el téged támogatni, illetve kik ezek pontosan? Nos, az első három vulkánt azt, mint említettem is, egyedül és erőből sikerült teljesíteni. Ez már egy jó referencia volt ahhoz, hogy a további vulkánokra rátérjek. Azok már jóval drágábbak voltak, és hál' Istennek a Hervis Márka nagykövete lettem 2021-ben. Velük három vulkánt sikerült, további három vulkánt sikerült megmászni közösen, úgyhogy az is egy nagyon szuper időszak volt az életemben, és bízom benne, hogy még a jövőben fogunk együtt dolgozni, mert nagyon élveztem a közös munkát. Illetve még a Szarvasi Mozrella lévén, hogy Szarvasi vagyok, onnan érkeztem, ők támogatták több kalandomat is, többek között az idei kalandokat. Volt első magyar próbálkozásunk Tanzániában, az sajnos nem sikerült, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen igazán rugalmas és korrekt cégekkel dolgozhattam együtt, és hogy ők támogattak, mert Magyarországon azért nem egyszerű ez a szponzori helyzet. Annak, aki esetleg kedvet kap ahhoz, hogy most belekezdjen ebben a hobbiba, mit ajánlaná, hogyan kezdjen bele, illetve mik azok a tulajdonságok, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki ezt képes legyen csinálni. Ahogy talán mindent úgy ezt is érdemes kicsiben kezdeni, először ki kell próbálni magunkat, ha még eddig nem volt valaki a hazai hegyekben, aztán lehet próbálkozni a szomszédos országainkban, szerencsére azért a Kárpátok elérhető távolságon belül van, hogy akár már 2000-es hegyeken is kipróbáljuk magunkat. Én azt szoktam javasolni, sokan Kérdezték ezt az elmúlt években, hogy ha valaki igazán magas csúcsokra akar mászni, akkor ezer méterenként érdemes haladni. Szóval először feltúrázunk egy ezresre, ha sikerült és begyűjtöttük, illetve átgondoltuk a tapasztalatokat, akkor meg lehet próbálkozni egy kétezresre. Nyilván itt közben folyamatosan változik a szükséges ruházat és felszerelés, de ezt az ember megtanulja, utána már rá lehet. Kanyarodni egy 3000-esre, akár Ausztriában, ott már jó eséllyel fogunk uh, gletscherrel találkozni, Hómezővel, újabb felszerelésekre lesz szükségünk, és így 1000 méterenként haladva előbb-utóbb el lehet jutni a Momblanig, ami mm, ugye az Alpok legmagasabb hegycsúcsa, majdnem 5000 méter. Aztán, hát, hogyha valaki ennél is elvetemültebb, mint én, akkor mehet még távolabb, és uh, jöhetnek az 5000-esek, 6000-esek. Nekem ugyebár az Ohoz del szaládó volt a legmagasabb, az majdnem 7000 méter, 6893. És hogy milyen tulajdonságok kellenek ehhez, az biztos, hogy az állóképesség meg a fizikai erőnlét ez nagyon fontos, hiszen egy 5000-es stratovulkán megmászása az 3-4-5 nap, és ezekben a napokban reggeltől estig folyamatosan hátizsákot cipelünk, fölfelé kaptatunk, egyre kevesebb az oxigén, közben, hogyha nincs szerencsénk, akkor még az időjárás viszontagságainak is ellen kell állnunk. Viszont amik szerintem nagyon fontos tulajdonságok, és más hegymászók nem is nagyon szokták kiemelni őket. Az egyik az a monotónia tűrés, aki ehhez nincs hozzászokva, hogy napokon át ugyanaz történik, egyik lábunkat tesszük a másik után. Főleg, ha egy olyan vulkánon, mint az Ohozdel Szaládó, ami rendkívül ingerszegény környezet, már annak is örülünk, ha látunk egy madarat elrepülni valahol a közelben, a, annak ez új lesz, és azt mindenképpen meg kell szokni. Nagy magasságban ugye az étvágyunk is elmegy, fáj a fejünk, előjönnek a hegyi betegség különféle tünetei, ez emberenként eltérő lehet. Szóval nem, nem egyszerű, de senkit nem szeretnék elriasztani, megéri, mert amikor ott áll az ember a csúcson, akkor olyan látványban lehet része, amit amit egy fénykép vagy egy videó felvétel nem tud átadni, és hát óriási öröm, mikor az a sok-sok befektetett idő, energia, pénz, az kifizetődik, és leülhetünk egy negyed órára a csúcsom. Ráadásul az egész, ezt más egymászótól hallottam, hogy minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál mélyebbre jutunk önmagunkban, annál jobban megismerjük a határainkat, hogy mik a gyengeségeink, mik az erősségeink, szóval ez az egész egy nagy önismereti, Zarándoklat. Úgy is fel lehet fogni. Ezt is szeretem benne, mert nagyon sok mindent tanítottak meg a hegyek, saját magamról. Épp ezért szoktam fontosnak tartani, elmondani azt, hogy mi valójában nem a hegyeket győzzük le, hanem önmagunkat, amikor feljutunk a csúcsra. És a jövőben milyen terveid vannak? Hát, ha a tanulmányok mellett lesz rá idő, akkor jó lenne kipipálni az utolsó vulkánt. De most már elárulhatom, hogy több mint két éve tervezünk egy felderítő expedíciót, szintén Nagy Balázsa, meg még pár jó pár résztvevővel, ez egy nemzetközi projekt lenne. Kínában akarunk vulkánokat elsőként megmászni és lemérni a magasságukat. Ez most lett volna szeptemberben, mivel hogy nem állt össze a szükséges költségvetés, így leghamarabb jövő szeptemberben tudunk menni bízunk benne, hogy összejön. Ez is egy nagyon izgalmas projekt, amiről egyelőre még nem publikálunk sehol, de azt már el szoktuk árulni, hogy készülünk egy ilyenre. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy a tanulmányaidban is ilyen sikereket tudsz elérni, mint a kalandjaid során. Akit pedig érdekelnek Ável további kalandjai, a Hegymászó Naprom YouTube csatornán megtaláljátok. Eszterháza Podcast.